Hát igazából ez a mai előadás egy kicsit olyan kakukktojás lesz az előadások körében, tehát csak részben lesz köze a prófétasághoz, vagy prófétizmushoz, viszont egy nagyon fontos dolgot szeretnék megosztani veletek. Igazából hadd mondjam, hogy született meg ez az előadás. Egy úrvacsorás istentiszteleten, egy nagypénteken, legutóbbi nagypénteken arról prédikáltam János evangéliumából, hogy csontja ne töressék meg. És az úrvacsori ágendában, amikor elmondtam, hogy ez az én testem, mely térettetek meg töretik, ott egy kicsit egy pillanatig zavart kezdtem el érezni az erőben, hogy is van ez. Tehát igazából erre szeretnék úgymond egy új utat kínálni, hogy hogyan is lehet értelmezni az úrvacsorát. A másik az az, hogy hát ugye előttünk van szeptemberre, tervezik katolikus testvéreink a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, ahol ugye előadások fognak szólni, arról ezt fogják propagálni, hogy az ostya szent jegye alatt valóságosan jelen van Krisztus testileg. Nem tudom, van-e itt katolikus testvérünk most? Nem? Jó, akkor nyugodtan fogok beszélni. Tehát ugye induljunk ki abból, hogy ugye ez az értelmezés, illetve a különböző úrvacsorai értelmezések az úrvacsorai kenyérrel kapcsolatban, azok miből indulnak ki? Hát ugye elhangzik az evangéliumokban, ugye három szinoptikusban, illetve az 1 Korintus 11-ben az úrvacsorai szereztetésnél, hogy ugye ez az én testem. Tuto est into summa mu, vagy tuto mu est into summa. Ebből indul ki, hogy mire vonatkozhat ez a mondat, hogy ez az én testem. Hát ugye ki gondolja azt, hogy Krisztus kereszten megtöretett testére vonatkozik, emelje fel a kezét. Ilyen sokan nem. Kérdés az, hogy ki gondolja azt, hogy az úrvacsora szereztetésével ez a mondat, hogy ez az én testem, mely térettetek megtöretik, ez a Krisztus kereszten megtöretett testére vonatkozik. Na, így mindenki. Hát sokáig én is így voltam vele, amíg ki nem kutattam ezt biblikusan, hogy néz ki, úgyhogy röviden ezt szeretném nektek elmondani. Nem ígérem, hogy bele fogok férni a 25 percbe, de sokkal nem fog túlmenni se rajta, ezt is meg tudom ígérni. Na most, teljes írás összefüggése mit mond? A teljes írás összefüggésnél először meg kell néznünk azt, hogy egyáltalán ez a szó, hogy test, ez hányféle fogalomban, milyen módon, és Krisztus testéhez kapcsolódóan, konkrétan milyen módon jelenik meg az újszövetségi szentírásban. Most egy alapvetően két szót ismerünk, ami itt relevánsan szóba jöhet, ugye a szóma, illetve a szárx. Ugye ez eddig világos. A szárx szó azt tudjuk alapvetően, hogy mit jelent, ugye hústest, tehát az embernek a fizikai testét, fizikai valóját jelenti. A szóma az már egy összetettebb fogalom, sokkal több jelentésben fordul elő, ezt csak így felsorolásképpen elmondom, a szóba jöhető mértékadó szótárak ilyen jelentéseket adnak a szóma fogalomnak. Valakinek a teljes valója a maga testi, lelki, szellemi egységében, valakinek a lénye, valakinek a lényege, valakinek a személye, valakinek az alakja, alkata, külső formája, megjelenése. Ez utóbbi értelemben a hulla vagy a holttest jelentésig is eljuthat a Szentírásban, van is rá példa. Tehát üres formája alakja egy valaha élt embernek, vagy akár jelentheti az áldozati állat testét is. Na most nézzük meg azt, hogy a szárx, mint fogalom, tehát a hústest fogalom, az hogyan fordul elő a Krisztus testével kapcsolatban a Szentírásban, egy pár igehely alapján. Hát ugye az első, amit meg kell említeni, az Logos Sarx Egeneto, tehát Jánosi prológus, az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazságtól.
Illetve 2 Korintus 5.16, úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Illetve Kolossé levél 1.21-22, ez egy nagyon érdekes szóösszetétel. Azt mondja, hogy titeket, akik egykor Istentől elidegenültek és ellenséges gondolkozások voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében. Na most ez az emberi testében egy érdekes birtokos szerkezet a görögben, mert azt mondja, hogy egy entó szómati tész szárkosz. Tehát hústesti testében, vagy természeti testében, tehát így kell érteni ezt az emberi test fogalmat. Halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. És akkor 2 János 1.7, mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el, ez a hitető és az antikrisztus. Most általános törvényszerűségként nagyjából elmondható ezek alapján, hogy a szárksz, mint fogalom a Krisztus testével kapcsolatban, az túlnyomó részt a megtestesüléssel kapcsolatban fordul elő. Tehát, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, stb. Az ő emberi testében elvégzett megváltásra, a kereszthalálra másodlagosan. És van egy kivétel, amivel most nem akarok részletesen foglalkozni, mert idő szűkében vagyunk, de a János 6.51-56, ugye 51. vers, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amit én adok oda a világ életéért, ez az én testem. Egyébként ezt római katolikus testvéreink is beigazuk van, ezt eukarisztikus beszédnek tartják, és ez az egyik legalapvetőbb passzusuk arra, hogy igen, itt arról van szó, hogy az ostya színe alatt valóságosan testileg jelen van a Krisztus. Ugye az 56. versben mondja is, hogy aki eszi az én testemet, szó szerint a görögben rágja az én hústestemet, és issza az én véremet, és én bennem marad, és én ő benne, ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Itt ugye miről van szó? Itt egy példázatról van szó, ami nem mást jelent ki ezzel a radikális megfogalmazással, hogy rágni az én hús testemet, mint azt, hogy ilyen közösségben kell, hogy legyek én a Krisztussal, mert ugye mire megy ki az egész gondolatmenet itt a János 6-ban, ugye erre a reciprok immanenciára, tehát én a Krisztusban, a Krisztus pedig én bennem. Tehát ezzel a provokatív szóhasználattal csak azt akarja kifejezni Jézus, hogy ahogyan ugye az étel és az ital az én testem részévé válik, ugyanúgy kell, hogy részévé váljon az embernek a lelki, az ember lelkének a Krisztus, vagyis egy egész valónknak. Most egy kicsit itt ugrok a következő releváns gondolatig. Most, ha másik fogalmat megnézzük, hogy ez a szóma fogalom, ez milyen összefüggésben jelenik meg a Krisztus testével kapcsolatban, az már egy kicsit érdekesebb dolog. János 2.18.21 mondjuk, hogy a zsidók ezt kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed. Jézus így felállt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének, szómájának templomáról beszélt. Vagy 1 Korintus 12.21, ti pedig a Krisztus teste szómája vagytok, és egyenként annak tagjai. Mindent az ő lába alá vetett, Efézus 1.22-23, és őt tette mindenek fölött az egyház fejévé, ez az ő teste szómája, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. És Jézus volt testével kapcsolatban csak a teljesség kedvéért, amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak, elment Pilátushoz és elkérte Jézus holttestét, szómáját.
Na most Jézus dicsőséges mennyei testével kapcsolatban, és a szómaszót használja, Filippi 3:20-21, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez, szómájához hasonlóvá változtatja mi gyarló testünket, azzal az erővel, amely a maga alá vethet mindeneket. Ugye amikor a szóma arról szól, hogy Krisztus volt teste, illetve Krisztus kereszten megáldoztatott teste, ahhoz ugye a már idézett Kolossé 1:21-22 adja meg az értelmezési keretet, ami azt mondja, hogy emberi testében, tehát entó szómatitész szárkosz. Tehát a Krisztus teste, mint szóma, összefoglalhatjuk, az mindenhol a lelki templomra, az egyházra, mint az ő testére vonatkozik elsősorban, tehát az előfordulások nagy százalékában. Az evangéliumok adott helyen ugye Jézus volt testére, valamint az ő dicsőséges, megdicsőült testére. Most van egy nagyon érdekes és nagyon különleges előfordulása a szóma szónak, ami egyáltalán nem testnek, de még hasonlónak sincsen fordítva. És ez nem más, mint a Kolossé 2:16-17. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság, vagy árnyékai az eljövendő Krisztusnak, de a valóság Krisztusé, fordítás kérdése, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ez a valóság, ez az eredeti görög szövegben szóma. Tehát a valóság Krisztusé. Tehát úgy hangzik görögben, hogy tode szómatu Krisztu. Tehát a valóság Krisztusé. Tehát valóság értelemben is szerepelhet a szóma szó, mégpedig egy olyan értelemben, hogy az ószövetségi törvény elemek, amikre egyébként nem szoktunk proféciaként gondolni, de mégis azok. Ugye a Heidelbergi Káténk is mondja, hogy honnan tudod ezt? Ugye a Szent Evangéliumból, amely már a paradicsomban kijelentetett, a pátriárkák hirdették, a proféták hirdették, és azt mondja, hogy az ószövetségi törvény ceremóniája által kiábrázoltatott. Tehát a törvény eme ilyen árnyék beteljesedés elemeinek is van profétikus eleme, mert pedig pont azért, mert árnyék és beteljesedés. Na pont ilyen dolog az úrvacsora. Tehát annak ellenére, hogy csak ezen az egy helyen fordul elő a szómaszó ilyen értelemben, tehát itt a Kolossé levélben, azt mondom, hogy mégis ez adhatja meg a kulcsot az úrvacsorának egy teljesen új és más értelmezéséhez, mert én hiszem, hogy itt is erről van szó. El is mondom, hogy miért. Na most azt tudjuk, hogy az úrvacsora szereztetési igéiben, ugye mind a négyben, a három szinoptikus evangéliumban, meg ugye a Páli igében, az 1 Korintusban, és a szómaszót használja a Krisztus testére. Tehát a Krisztus úgymond megtöretett testére. Ugye tuto estinto szóma mu, mondják az evangéliumok, tuto estinto szóma, mondja Pál, de a lényeg ugyanaz. Na most a páli szereztetési igében, amikor azt mondja Jézus, hogy ez az én testem, amely téretetek megtöretik, akkor ez a téretetek megtöretik, eddig mindannyian, meg nem régóta tudom én sem, hogy nem, de én is azt hittem, hogy ez a Krisztus kereszten megtöretett testére vonatkozik, valójában semmi köze nincsen hozzá. El is mondom, hogy miért. Először is azért, mert Jézus teste nem tört meg a kereszten. Pont azért, hogy egy ószövetségi törvény elemet beteljesítsen, hogy a csontja ne töressék el, mármint ugye a peszaki báránynak, ami ugye a Jézus áldozatának az előképe. Ugye ezt János evangéliuma írja le, ezt nem olvasom fel ezt az igét. Ugye tulajdonképpen mi van ennek az ószövetségi hátterében, ugye a 2 Mózes 12:46, ugye abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst,
és egy csontját nem szabad eltörni. Tehát Jézus teste nem töretett meg a kereszten, a profécia értelmében. És másodszor, ami nagyon fontos, az eredeti görög szövegben a megtöretik, az úgy hangzik, református lelkész kollégák, görög logosz. Klómenon, ami milyen alak? Én egy kicsit kilógok a jelenlegi lelkész kollégák közül, mert ők inkább a dogmatikát szeretik meg a hitvallásokat, én inkább a bibliai nyelveket. Eredendően újszövetséges vagyok egyébként, az új szövetségi bibliai nyelvet épp úgy szeretem. Hát ugye, klómenon az milyen alak a görögben? Imperfektumi passzív participium, ami jelen időben fordítandó. Ritkábban múltban, de soha nem jövőben. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy ez az én testemet érettetek megtöretik, akkor jelen időt használ. Azt mondja, hogy nem majd holnap fog megtöretni a kereszten, hanem amit én most megtörök, ez az én testem. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyébként ez a klómenon, itt a szöveghagyományozás nem egyértelmű, mert a kritikai újszövetség kiadás, az eredeti görög, az nem is hozza a főszövegben, csak lábjegyzetben, hogy egyes kéziratok hozzák. A magyar bibliai fordítói hagyomány, azt tudjuk, hogy minden esetben számol vele, tehát hozzáteszi azt, hogy ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, de sok kéziratból hiányzik. Tehát a legrébegi kéziratok közül nem tartalmazza a Codex Alexandrinus, a Codex Vaticanus, a Codex Sinaiticus igen. Tehát azt mondom, hogy három nagyon jelentős régi kézirati hagyományban kettőben nincsen jelen. De ahogy mondtam, a magyar biblia fordítói hagyomány számol vele, számoljunk vele akkor mi is. Na most érdekes az igen, nem csak az alakja. Tehát nem csak ez a imperfektumi passzív participium, ami jelen időben fordítandó, hanem maga az ige, ami eredeti szótári alakjában kláó, ez 15-ször fordul elő összesen az új szövetségi szentírásban, soha nem vonatkozik emberi állati test csont megtörésére, eltörésére, minden esetben kenyér megtörésére vagy kenyér megszegésére vonatkozik. Hát akkor mi a fenének ne vonatkozna itt is arra? Tehát, miről van szó? Amikor Krisztus azt mondja, hogy ez az én testem, melyet érettetek megtöretik? Ez a kovásztalan kenyér, az úrvacsorai jegy, amit én most előttetek megtörök, ez az én testem. És hálát adva megtörte, ugye eukarisztészes eklaszen, tehát megtörte ebben az értelemben a kenyeret. Ugye itt is az a bizonyos kláú ige szerepel. Ugye a lukácsi szereztetési igében azt mondja, hogy ez az én testem, mely térettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az adatik az eredeti görög szövegben didomenon, szintén egy imperfektumi passzív participium, szintén jelen időben, értetek, adom most nektek oda. Nem majd holnap adatik értetek oda a kereszten, hanem most adom és szétosztom közöttetek. És mindezzel, mint egy párhuzamos a Máté evangéliumában olvasható szereztetési ige, ami azt mondja, hogy miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte a tanítványoknak, adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, tehát megtörte, a tanítványoknak adta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Tehát ez az én testem, amelyet most értetek, megtörök, és nektek adok. Tehát így az adatikhoz, meg a megtöretikhez közvetlenül kapcsolódó Jézusi felszólítás, és egészen más értelmet nyer, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ahogy én most a kenyeret értetek, megtörtem és nektek adtam, ti is így cselekedjetek időről időre.
Tehát a lukácsi adatik és a páli megtöretik formula nem Jézus kereszten odaadott és megtört valóságos testére vonatkozik, hanem már ott és akkor, az utolsó vacsorán, a sákramentumi jegyre. Tehát a megtört kenyérre, a kovásztalan kenyérre. Most a szereztetés igék megfogalmazása, a kenyér megtörése és a Krisztus kereszten értünk feláldoztatos valóságos hústeste között nincsen valóságos, kimutatható, közvetlen, direkt kapcsolat. Erre jutottam én igen alapos egzegézis után. Közvetett, indirekt, jelképes kapcsolat viszont van. És ugye most érkeztünk el oda, hogy egy kicsit megnézzük azt, hogy ez a test, vagyis ez a szóma kifejezés, ez mit is jelenthet a szereztetési igében. Tehát ha visszamegyünk az úrvacsora eredeti kontextusához, amit bizonyos körökben illik vitatni, hogy ez valóban egy peszaki széder vacsora volt-e, vagy nem, én nem vitatom, hogy az volt. Tehát ez az úrvacsorának az eredeti kontextusa. Most a peszaki széder vacsora szertartása szerint, ugye az akkori szokás szerint, még a vacsora megkezdése előtt a Bál HaSéder, tehát a szédernek a levezetője, ami az utolsó vacsorán ugye Jézus, áldást mond, a kovásztalan kenyeret szétosztja asztaltársainak. Az evangélium szerint ez mikor történik? Ugye Máté örökíti meg nekünk, azt mondja, hogy miközben ettek. Ugye a paszki széder vacsorán mit ettek? A páskabáránynak a húsát ették. Ugye Máté megint csak beidézem, miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Miközben ettek. Tehát Jézus a kenyér megtörésének és felmutatásának az aktusát, ezt oda teszi, amikor éppen a tanítványokkal együtt ő a páska báránynak a húsát eszi. Tehát nyilvánvalóan mit akar ezzel Jézus kifejezni? Hát, hogy én vagyok a páska bárány, aki feláldoztatik a világ bűneiért és a világ megmeneküléséért. És ha visszatérünk egy kicsit még a Kolossé 2.16-17-hez, ugye senki titeket el ne ítéljen ételért, italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Nagyon könnyen, sőt, szerintem kézenfekvően elképzelhető, hogy pont ebben az értelemben beszél Jézus az úrvacsorai kenyérről úgy, hogy ez az én testem, tutomu estinto szóma, azaz a páskabárány előképe árnyéka a Krisztus kereszten elvégzett engesztelő halálának, hiszen ugye a törvényben az eljövendő dolgok árnyéka van, ez ma többször előkerült a zsidókhoz ért levélből. Egy olyan évenként valóságosan elismétlődő dolog, amiben ott van az előkép, de ott az utolsó vacsorán az előkép mellett már ott van a beteljesedés. És Jézus, mint egy profitai jelképes cselekedettel azt mondja, hogy ugye ez a macesz darab jellé válik a Krisztus engesztelő halálának a jelképévé, amely a beteljesedés, amely a valóság ebben az értelemben. Tehát az utolsó vacsorán együtt van jelen az előkép, az árnyék, és a beteljesedés, a valóság, a szóma, de a jelkép az nem válik magává Jézus áldozatává, amely a kereszten történt meg, és nem válik Jézus valóságos hústestévé, amely a kereszten áldoztatott fel. Nem tudom, ez így nagyjából érthető-e. És hogy teljes legyen a bibliai kép, Jézus szómájának még két jelentéséről kellene beszélni, és akkor eljutunk odáig, hogy alapvetően még a kávini úrvacsora tannak sem fogunk ellent mondani. Az egyik
1 Korintus 15:44 azt mondja, hogy elvettetik érzéki test, szóma pszichikos, feltámasztatik lelki test, szóma pneumatikos, és a Filippi levél 3. fejezet 20-21, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez, szómájához hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, szómánkat, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Jézus Krisztus, ami Urunk, tehát a maga megdicsőült testében, szómájában van most az Atya jobbján, aminek nincsen köze a Szárkszhoz, mert test és vér nem örökölheti az Isten országát, még a Jézus hústeste sem. Ezt tudjuk az 1 Korintus 15:50-ből. Krisztus teste a feltámadáskor, hát hogy mi történt vele, az arra tippelgethetünk. Nekem valószínűnek tűnik az, hogy amikor feltámadt, akkor ő rögtön el is változott. Tehát dicsőséges lelki testé változott, úgymond az ő hús teste, és ettől az úrvacsora nem csak jelképe a Krisztus áldozatának, hanem valóságos közösség is az ő szómájával, az ő testével kétféle értelemben is. A Szentlélek által emel fel minket önmagához, hogy ezzel együtt az ő valóságos, de megdicsült testéhez juthassunk. Tehát így vagyunk az ő testével kapcsolatban az úrvacsora sákramentuma által. Tehát nem úgy, hogy a pap az megáldozza és lehozza nekem az ostyába a Krisztus testét, hanem engem emel fel a Krisztus dicsőséges testéhez a Szentlélek által. És ahogy láttuk, közösség egymással is, a Krisztus testének a közösségével, az ő testének a templomával, amit mindig a szóma szóként emleget, ahogy mondja is az 1 Korintus 10-ben, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével, szómájával való közösségünk-e? Mivel egy, a kenyér egy, mi is mindannyian egy test, egy szóma vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesülünk. És ez megint csak kétféleképpen igaz. Egyrészt valóságos közösség a Szentlélek által az ő dicsőséges testével, másrészt pedig közösség a Krisztus testével, az egyházzal. Ebben az értelemben sem a kenyér válik Krisztus valóságos testévé, hanem az összegyűlt bűnbánó bűnösök közössége válik Krisztus szómájává. Tehát Krisztus testévé, úgymond misztikus testévé. És még egy igaz 1 Korintus 11:29-ből, mert aki úgy eszik és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, szómáját, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezt is olyan könnyű lenne ugye a Krisztus testére vonatkoztatva, hogy az úrvacsorai jegyet nem becsülöm meg, pedig egészen másról beszél a Szentírás így az összefüggés alapján. Egyrészt nem becsüli meg az Úr dicsőséges testét, amellyel nem is kerül ilyen módon kapcsolatba, mert színjáték az egész, pedig az fel van ajánlva neki az úrvacsorai jegyekben. Másrészt pedig Krisztus testét, a hívők közösségét nem becsüli meg, mert szintén anélkül eszik meg iszik, hogy hittel bekapcsolódna a gyülekezetnek, a Krisztus testének a közösségébe. Így tehát látjuk az új szövetségi Szentírás teljes egészében mit mond. Teljes egészében azt mondom, hogy a Calvin úrvacsoratant támasztja alá, még ebben a nagyon-nagyon furcsa gondolatban is, hogy igen, tehát az, hogy ez az én testem, melyet érettetek, megtöretik, ez nem a Krisztus kereszten megtört testére vonatkozik. Azzal csak közvetett kapcsolata van, abban az értelemben, hogy az előkép a páska bárány, a beteljesedés az ő teste, amit megtör, és ebben az értelemben áldoztatik fel a kereszten. Hát kb. Ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. Hát ezért köze volt a prófétasághoz, mert
ugye azért ígéretről, előképről, meg beteljesedésről beszéltem, de talán ez egy új gondolat, egy új út lehet. Még ha furcsán hangzik is egy kicsit, mert mindannyian felnyújtottátok a kezeteket, amikor azt kérdeztem, hogy ez vajon mire vonatkozik a Krisztus kereszten megtört testére, nem arra vonatkozik. Tehát az már ott és akkor az úrvacsorai jegyekre, tehát a megtört kenyérre vonatkozik. Úgyhogy kb. Ennyit szerettem volna elmondani.